5 évente tartanak választásokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara életében. Ez az idei évben május 20-án lesz aktuális. Szavazni reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Továbbá annak érdekében, hogy a tagok minél könnyebben élhessenek a szavazati jogukkal, országszerte több mint 360 helyszínen lesz lehetőségük voksolni. Ebből Tolna megyében 12 központot alakítottak ki. A választási jogosultságukról, a szavazás helyéről a tagok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a honlapján értesülhetnek, illetve postai úton is kaptak már választási értesítőt. Az elnök elmondása szerint az Agrárkamara érdekképviseleti munkájára talán még soha nem volt ilyen nagy szükség, ezért lenne fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni. Elég nagy kihívás elé állította a gazdálkodókat a koronavírus járvány, a szomszédban zajló háború, az inputanyagoknak a záremelkedése és az élelmiszer árrobbanás, tehát ilyen körülmények között is talpon kell maradni, és minél nagyobb társadalmi bázis áll a kamara mögött, minél nagyobb felhatalmazást kapunk a választások alkalmával, annál inkább és annál erőteljesebben fogjuk tudni képviselni a magyar gazdáknak az érdekeit az elkövetkezendő 5 évben. Hozzátette, a szervezet előtt sok feladat áll az elkövetkezendő időszakban. Többek között meg kell védenie a magyar gazdák érdekeit Brüsszelben is, a túlzó környezetvédelmi előírásokkal szemben.